épült, fejlődött az autó. Igazából nagyon sok minden újítás kapott, ugye sperdifit, tolókerekes váltó, most amikkel megyünk gumik is újak, úgyhogy tanulgatunk, tapasztalgatunk. Egyébként a tapasztalataink nagyon jók, szokni kell a sperdifit legfőképpen, de még egy kis bableves belefér a dologba, azért lassítónál vicces tud lenni, de nagyon tetszik. Hát ugye slick gumikkal mentünk föl, visszafelé elkapott minket az eső, ott ugye nagyon észre kellett jönni lefele, mert még szeretnénk a mai nap menni többet is. Úgy néz ki, hogy maradunk ezeknél a slick gumiknál, nem hiszem, hogy nagyon nagy szükség lenne az esőgumira, nem vízátfolyásos a pálya, úgyhogy szerintem ezekkel az egész napot végig tudjuk csinálni, ha ilyen idő marad. Élvezzük maximálisan, sok a néző, sok a szurkoló, úgyhogy ennek mindenképp nagyon örülünk, hogy ennyi verseny van ma, és ennek ellenére ennyien eljöttek. Vannak végig a pályán, úgyhogy minden tisztelet, hogy olyan messzire is felgyalogoltak ezen a meredek parton. Próbálunk egy picit gyorsulni, azért maradunk ebbe a biztonságos keretek között, nem szeretnénk eldobni. Lényegében ez az első verseny ezzel a technikával, úgyhogy szerintem ez mindenképp a fejlődésre kéne szentelni. Nyilván egy pici verseny is benne van, próbálunk maradni, most ugye összesített be a kategóriába az első helyen állunk, megpróbáljuk megtartani, de túl sokat nem szeretnénk vállalni. Nem készültünk konkrét célokkal, tesztelni, gyakorolni szerettünk volna, ez sikerült is. A harmadik gyorsaságén kicsit összevesztünk a lassítókkal, sikerült összeszedni 40 másodperc büntetést, úgyhogy sajnos lecsúsztunk a dobogó első fokáról, de nagyon örülünk így is a második helynek, szerintem egy fantasztikus nap volt, nagyon jól tartotta az időt a verseny, úgyhogy szerintem zseniális volt. Volt minden, ami lehetett, eső, utána felszáradt, úgyhogy zseniális tesztelési lehetőség volt. Diffivel még barátkozni kell egy kicsit, azért nagyon másképp viselkedik az autó, de szerintem jó úton haladunk, úgyhogy kell a kilométer, aztán minden szuper lesz. Nagyon szépen szeretném megköszönni az NG Project Kft-nek a támogatást, valamint mindenkinek, aki segített, édesapámnak, barátaimnak, úgyhogy köszönöm még egyszer.